Szeretné megismerni népszerű személyiségek kedvenc ételeit? Nem sokára mindenre fény derül a Fő az étel című műsorban a Vegeta segítségével. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégünk egy olyan férfiú, aki a saját bevallása szerint olasz őrült, ő nem más, mint Lagzi Lagzi. Szervusz, többek között látom olasz a szemedet. Igen, olasz is. És Réti György újra itt van körünkben, mesterszakácsunk, aki elkészíti Lagzi Lagzinak. Mit is, Gyuri? Egy farfalle tésztát fogok főzni, tejszínes szegfűgomba mártással. Nagyon remélem, hogy el fogom találni az ízléseret. És még, hogy még finomabb legyen, egy kis parmezán sajtot reszelünk majd a tetejére. Hogyan kezdődött ez a szerelem, hát, ami a tésztákhoz fűz? Tulajdonképpen minden, nem csak a tésztákat szeretem, szóval gondolom látszik rajtam, szóval szeretek főzni, de nem csak a tésztákat, fehér húsokat főleg inkább. Sajnos így nem tudom a hagymát szeletelni, szóval... Gyere, megtanítom! Ne, hát ne, az nem egy perc, én tudom, mert a profi az így csinálja, én meg csak úgy szépen lassan. Mi az, amiben a legjobb vagy? Konyhában. Hát tulajdonképpen az evésben vagyok a legjobb, az elkészítésében is. Ilyenkészítésben én nem vagyok profi, tehát én úgy valamit látok, hogy megpróbálom kifigyelni, úgy kikémkedem, hogy csinálják, de tésztaételeket szeretem. Még ez készül, addig beletesszük a tésztánkat a vízbe, mert az is fölforrt közben. És ez gyönyörű kis apró masli tésztánk, tehát farfalle, magyarul masli tészta. Lassan készülődünk, a hagymánk mindjárt egy picit megpirul. Na most, hogyha megpirult a hagymánk, akkor rátesszük a szegfűgombánkat. Teszünk rá az ételízesítőnkből. Ettől nagyon finom lesz, ez valami fantasztikus ízt ad neki. Az ételízesítő például, ha ugye ebbe, ez sós is ez az ételízesítő. Ebbe só is akkor van. Te kevesebb, aztán azt úgy kell kalkulálni, hogy... Sőt, majdnem nem is sózok. Na most, hogyha megkérhetlek benneteket, ne arra, hogy belét folytom a szót, de egy kis rozmaringot kérne csípni nekem onnan ebbe az ételbe. Igen. Ne az egész cserepet, csak egy 2-3 szálat csípjetek hát le nekem. Hát én inkább odaadom, mert nehogy rossz, nehogy sokat, nehogy sokat vegyek. Jó, elég lesz ez nekünk. Köszönöm szépen, és még egy kis borsmentát a másik oldalról szedek az ételbe. Nálunk a rozmarin, én egy sváb családba születtem, tehát ezt nem titok. Az esküvőkön mindig jelképként ki van rakva az öltönyre, tehát az esküvői menetnél minden fiúnak, illetve minden férfinek rozmarin van oda tűzve. Te gondoltad volna, hogy az a Galambos Lajos, aki a Zene Akadémián ült egyszer Lagzi Lajcsi lesz? Hát a zeneművészeti főiskolát végeztem el, nem gondoltam, soha. Ez olyan véletlen alakult így, kiálltam a sugárláruház elé zenélni, és ez lett a vége. Nem idegenkedtél először, nem? Nem, mert azért én a mulatságokból ismertem ezeket a dalokat. És egy zenésznek az a feladata szerintem, az a hivatása, hogy szórakoztasson. Tehát a szakácsnak főzön, minden körülmények közt. Tehát legyen az... Legjobb tudása szerint. Így van. Legyen az bármilyen alkalom, családi alkalom, vagy egy másmilyen rendezvény. És a zenésznek meg az, hogy zenéljen, és akkor ezt kipróbáltuk, de akkor nem is gondoltuk, hogy ebbe üzlet vagy, hogy egyáltalán ez nem úgy volt. Mi lemaradtunk közben egy lépésről, Gyuri, mit tettél még bele? Kis tejszínt tettem hozzám, mivel, és ettől még teltebb, szóval amikor a tésztára rátesszük, egy kellemes íze lesz neki, amíg a sajtó. Mennyi volt ez a kicsi, mert tényleg nem figyeltem. Egy 2 deci tejszín, ezt ma este otthon is meg fogom főzni, már látom. Kicsit átevezve más vizekre te a zenén kívül, de a zenéhez kapcsolódva megcsillogtattad egy másik tehetségedet is. Na. És ez pedig a műsorvezetés, és a műsor azért. Szervezés is. Azért, mint műsorvezető törekszem, nem nagyon nyomni magam, mert ha Dári Dóra gondolsz, aminek nagyon örülök, akkor azt szeretném, ha ez a műsor megmaradna a zenénél, és én nem vágyom ilyen műsorvezetői babérokra. De Gyuriról ne legyünk hajlamosak megfeledkezni, nem, szerintem. Aki gyönyörű kompozíciót készít most épp az étel tetejére. Úgy, ahogy mondom. Remélem, hogy tetszeni is. Az a kis lila valami, az... Ez borágó virág, ehető, ezt is megeheted. Igen, hát azt gondoltam, ugye, mert minden, ami a tányérom van, az ehetőnek kell így, lenni. Így, ahogy mondod. És jó étvágyat kívánok nektek, fogyasszátok egészséggel. Hát gratulálunk. Jó, szépen köszönjük. Parancsolj. A csokorhoz is és a kompozícióhoz is.
hogy ízlik? Nagyon finom. Akkor további jó étvágyat kívánok. Jó étvágyat kívánok önöknek is a szombati ebédhez. Mi találkozunk egy hét múlva új sztár vendéggel és új recepttel. Ezt a receptet megtalálhatják az RTV részletes műsorújságban. Addig is viszontlátásra!